Szerződést bont a város azzal az ügyvéddel, aki egyebek mellett az ISZTÁR-ral szembeni perekben képviselte Gyergyó Szent Miklóst a bíróságon. Február 19-én elkezdődik az oktatási nevelési támogatás utalása a Szülőföldön Magyarul program keretében. A szülők nem kötelesek kitölteni a tesztelésre vonatkozó nyilatkozatot, de amennyiben a gyerek koronavírusra utaló tüneteket mutat, 14 napra otthon kell maradjon. Hírek a Fénytelevízióban, köszöntöm nézőinket! Szerződést bont a város azzal az ügyvéddel, aki egyebek mellett az ISZTÁR-ral szembeni perekben képviselte Gyergyó Szent Miklóst a bíróságon. A per jelenlegi állása szerint a városvezetés úgy véli, ügyük sikeresebb képviseletére a kereskedelmi polgári jogban jártasabb védő ügyvédre van szükség, akkor, amikor az előző városvezetés előnytelen szerződés kötése és döntés sorozatai következtében Gyergyó Szent Miklós a csőd szélére kerülhet. A szerződés bontással a városvezetés próbálja kivédeni és megelőzni Gyergyó Szent Miklós fizetés képtelenségi helyzetbe való taszítását. A jogi ügyekben Gyergyó Szent Miklóst képviselő ügyvéddel való szerződésbontásról rendkívüli tanácsülés keretében hozott döntést a testület. Csergő Tibor András polgármester a határozat tervezet előterjesztője a tanácsülésen és az azt megelőző sajtótájékoztatón is ismertette, miért van szükség erre a lépésre. A város, tehát átvettem egy súlyos örökséget, ami nem más, mint azok az ISZTÁR perek, ami 2015 és 16 óta húzódnak, amelyben egy olyan ügyvéd képviselte a várost, amelyik büntető jogászként a mezei korrupciós ügyének a védőügyvédje, és érdekes módon, hogy éveken keresztül végig képviselte a várost ebben a perben, és a legtöbbször pedig, ami az ISZTÁR-ral történt pereink voltak, azt tapasztaltuk, hogy ugye el is veszítettük. És elsősorban azt veszítettük el, hogy tehát az önkormányzat hibájából bomlott fel az a szerződés, amelyben csillagászati összegű kártérítéseket követelnek a várostól. Az ügy kapcsán tudni kell, hogy a bíróság a legelső tárgyaláson a város számára hozott kedvező döntést. Amikor viszont az ISZTÁR fellebbezett, a város azt kérte, hogy utalják vissza az ügyet alapfokra, a két fellebbezést követően pedig az ISZTÁR javára döntött a bíróság. A kihirdetett ítéletben a szerződésbontás jogosságáról határoztak. 2020. március 23-án tudatták, hogy a város hibájából bomlott fel az ISZTÁR-ral kötött szerződést, ami több mint 100 millió lejes kártérítést generál Gyergyó Szent Miklósnak. Ekkor a volt városvezetés, valamint az ügyvéd, az ISZTÁR minden a város felé megfogalmazott követelését elismerte. A bíróságon az ISZTÁR ügyvédi képviselete azt kérte, hogy az anyapert osszák három részre. Így van egy a fűtésár differenciáról szóló majdnem 500 ezer lejes, egy a használati díjról szóló 3 millió lejes, valamint a fő perben lévő legalább 100 millió leértékű követelés az ISZTÁR részéről. Három olyan kártérítési per van, amelyben a város érintett. Bármelyiket tekintjük, komoly összegek vannak, az elsőben közel 500 ezer lejes, a másikban 3 millió lejes, az a haszonbilleti díj visszafizetése, illetve a befektetés, tehát az investíciós összegeknek a visszafizetése, ami körülbelül egy ilyen 100 millió lej fölötti összeg. Az első két per előhaladott állapotban van, amelyeket úgy látjuk és megrendült a bizalmunk az ügyvéd fele, hogy nem képviseli kellően a város érdekeit, ezért szeretnénk lecserélni, hogy mindaz, ami a város közpénz költését, hogy akár igazát illeti, próbáljuk megvédeni, és ne sodorjuk a várost egy csődeljárás szélére, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy keressünk olyan ügyvédi irodát, olyan szakembereket, akik kereskedelmi, illetve a civil jogban jártasak és felkészültebbek, mert fontos az, hogy ha kártérítésként is fizetnünk kell, akkor minél kevesebbet fizessünk majd ki a minket beperlő volt fűtésszolgáltató cégnek. Csergő Tibor polgármester elmondta, el szeretnék kerülni azt a helyzetet, amiben Marosvásárhely került, hiszen ott a város véglegesen elveszítette az ISZTÁR-ral szembeni pert, és jelentős mennyiségű kártérítést kell fizessen a cégnek. Fontos, hogy megszüntessük az, ami volt, hiszen ő a Vásárhelyt is képviselte, és ott is véglegesen elveszítették, tehát ugye Marosvásárhely elég komoly kártérítést kell miatt kifizessen, ez egy decemberi végleges döntés volt.
és azt győzött meg egyébként, hogy akkor itt cserélni kell a képviseletet, az ügyvédi képviseletet. Az, hogy ki lesz majd az ügyvédi iroda, amely a várost és az önkormányzatot képviseli ezekbe a perekbe, az még hátra van, elindultak tárgyalások különböző ügyvédi irodákkal, vizsgálják az ügyeket, át vannak adva a dossziék, hogy körülbelül milyen fázisban vagyunk, mit lehet megmenteni belőle, de ami a legfontosabb, hogy a kettő mellett ez a nagy per, ez a csillagászati összegű, a 23 millió eurós kártérítési perben próbáljuk minél inkább megvédeni a várost az óriási összegek kifizetésétől. A városvezető hangsúlyozta, mi azt tartjuk fontosnak, hogy az ügyet és akár igazunkat, ameddig csak lehet, akár az utolsó pillanatig próbáljuk megvédeni és kivédeni a város fizetés képtelenségi helyzetbe taszítását, amelyet a két per elvesztése okozhat. A testület meghallgatta a rendkívüli ülésen is a polgármester összefoglalóját, majd a kisebb félreértések tisztázását követően egyöntetű döntés mellett megszavazták, felbontják a szerződést Vasile Gere ügyvédi irodájával, és más kereskedelmi polgári jogban jártasabb ügyvédet keresnek a város érdekeinek a hatékonyabb képviseletére. A járványhelyzet miatt 2020. október 30-a volt a meghosszabbított kérelmezési határideje a szülőföldön magyarul támogatásoknak. Emiatt a megszokottnál jóval később kezdődnek el a kifizetések. Február 19-től 6 héten keresztül utalják a támogatást azoknak, akiket levélben értesítenek erről. Február 19-én indul a kifizetés a szülőföldön magyarul 2019-2020-as évi program keretében benyújtott igénylések után, de nem mindenkinek utalják a támogatást első körben. A kitolt határidő miatt, ami április 30 helyett október 30 volt az elmúlt évben, két részben kerülnek jóváhagyásra az igénylések. Az első rész az októberben volt még jóváhagyásra küldve, tehát ez az a rész, amire most indulnak a kifizetések. Ez 74 ezer igénylőt tartalmazott, ami egy gyerekszám, tehát szülőkre levont, ez 48 ezer szülőt fogunk értesíteni most ebben a körben. Nagyon nehéz így megmondani, hogy kik azok, akik benne vannak, de valószínűsíthető, hogy minél hamarabb adták le, annál nagyobb a valószínűsége, hogy bekerülnek. Nyilván nem mindenki, ugyanis ugye, aki például új igénylő, az majd csak a végén fog sorra kerülni. Ugyanakkor például elutasítottak, vagy egyéb okokból, ha hiányos volt, ugyancsak még nem kerülnek sorra, de akinek minden rendben volt az igénylésével, és belekerült az első rendbe, fognak most értesítést kapni. Az értesítő levelek a napokban érkeznek meg majd postai úton, és tartalmazzák az átutalás dátumát és a teendőket. Arra kérünk mindenkit, hogy figyelmesen olvass el az értesítőt, mert hogyha valami probléma van például a bankszámlaszámmal, akkor ugyancsak a levélben hívjuk fel erre a figyelmet, hogyha be kell menni a bankba aláírni valamit, vagy adatokat frissíteni, akkor ez mind szerepel az értesítőben. 6 részre van osztva, tehát most 19-től 6 héten keresztül minden pénteken lesz egy rend. Ez most nem ABC sorrendben van, ahogy a tavaly sem ABC sorrendben volt. Nem tudnám egyértelműen megmondani, hogy az elrendezési elv az OTP igyekezett úgy beosztani, hogy ne alakuljanak ki nagy tumultusok egy-egy kirendeltségben, tehát hogy ennek függvényében vannak beosztva. Meg kell várni az értesítőt, és akkor abból majd fog látszani, hogy mikor van pontosan az átutalás dátuma. Az első körben a kifizetések március 26-áig tartanak, minden pénteken lesznek átutalások. Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy azok, akik ebben a 6 hétben nem kapják meg a támogatást, mikor kapnak jóváhagyást a kifizetésre a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-től, de remélhetőleg hamarosan erre is sor kerül. Hiánypótlás az csak most járt le, azokat még be kell fejezni, ellenőrizni kell, és a fennmaradó igénylések is ajánlásra kerülnek.
Mert reméljük, hogy mire ez befejeződik, addig annyira jutunk a másik renden is, hogy megszakítás nélkül, vagy legalábbis csak egy nagyon rövid megszakítással folytathatjuk is a fennmaradó igénylések kifizetésével, és akkor le tudnánk végre ezt a 19-20-as tanévet. Az OTP Bank kéri a szülőket, hogy a járványhelyzetre való tekintettel csak akkor menjenek be a pénzintézetbe érdeklődni vagy pénzt felvenni, amennyiben ez feltétlenül szükséges, avagy ha konkrétan felszólítást kapnak arra. Azt tanácsolják, hogy igyekezzenek inkább online, telefonon érdeklődni, és a pénzt automatánál felvenni vagy kártyáról használni. A Szülőföldön Magyarul programban 300 lei a magyar állam által óvodásoknak és iskolásoknak nyújtott támogatás mértéke, az egyetemistáknak folyósított hallgatói támogatás pedig 40 lej. A 2020-2021-es tanévre még nincs kiírás a Szülőföldön Magyarul program keretében, de várhatóan erre is sor kerül a következő hónapokban. A koronavírus megelőzését célzó kétnyelvű tájékoztatótáblák kihelyezését kéri a Magyar Oktatási Intézményekbe a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat. A Sepsiszentgyörgyi székhelyű jogvédő szolgálat levélben fordult az Oktatási Minisztériumhoz és a Kovászna Hargita, valamint a Maros megyei tanfelügyelőséghez. Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat vezetője rámutatott, a cél az kellene legyen, hogy a magyar gyerekek anyanyelvükön kapjanak közérthető információkat a járvánnyal kapcsolatos egészségügyi biztonsági előírásokról. A helyes maszkviselése és kézmosásra, valamint a személyek közti másfél méter távolság betartására intő táblák csak román nyelven olvashatóak a magyar oktatási intézményekben, mondta Benkő Erika, aki szerint azonban a lényeg, hogy a célcsoport értse is azt, amire fel szeretnék hívni a figyelmét. Az iskolák esetében kimondottan fontos, hogy magyar nyelvű pannók is legyenek a témában, ezért az ügyben az Oktatási Minisztériumhoz és a tanfelügyelőségekhez fordulunk, és kérjük, oldják meg a magyar nyelvű táblák kihelyezését a legrövidebb időn belül, fogalmazta meg Benkő Erika. 14 napra otthon kell maradjon az a gyerek, aki koronavírusra utaló tüneteket produkál, de a szülő nem adta beleegyezését és nem töltötte ki azt a nyilatkozatot, ami lehetővé teszi, hogy a gyereket letesztelhessék, nyilatkozta Szorin Kömpjánó oktatási miniszter hétfőn. Alig kezdődött meg a második fél év, már is több kérdés merült fel a diákok esetleges megfertőződésének tesztelési lehetőségeivel, a formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban. Az oktatási miniszter pontosított, semmiképp nem a második fél év elején kell a gyerekek tesztelésére vonatkozó nyilatkozatot kitölteni, erre csak abban az esetben van szükség, amikor a diáknak betegségre utaló jelei vannak. A szülő csak akkor tölti ki, hogy egyetért a gyerekek iskolában történő tesztelésével vagy sem, ha gyereket tüneteket is produkál, nyilatkozta az oktatási miniszter. A tárcavezető leszögezte, senki nem kötelezi és kötelezheti a szülőket, hogy beleegyezzenek gyerekük letesztelésébe. Amennyiben a szülők támogatják, hogy a gyereket a tünetek jelentkezése esetén teszteljék, akkor ha van rá mód, az antigén gyors tesztet elvégezhetik az oktatási intézményben. Ha viszont nincs orvosi rendelő, akkor a tesztelést a megyei közegészségügyi intézet végzi a normális folyamatban. A tesztelést minden esetben a szülő jelenlétében erre jogosult egészségügyi személyzet végzi. Amennyiben viszont a szülők nem egyeznek bele a tesztelésbe, úgy a gyereknek minimum 14 napig otthon kell maradnia, fel kell venni a kapcsolatot a közegészségügyi igazgatósággal és a házi orvossal, hogy megállapítsák, mi az eljárás, nyomatékosított a tárcavezető. Amennyiben egy diáknak pozitív lesz a koronavírus tesztje, akkor szülői jóváhagyás esetén szintén ingyen letesztelik azokat az osztálytársait, akikkel közvetlen kapcsolatban volt. Kömpjánó közölte, több mint 1 millió tesztet osztottak szét a diákok tesztelésére. A miniszterelnök szerint sok vállalatnál nem tartják be az érvényben lévő koronavírus elleni intézkedéseket, ennek következményeként meghatározott időre felfüggeszthetik az ezeknek a cégeknek a tevékenységét, nyilatkozta a kormányfő. Meghatározott időre felfüggeszthetik azon cégek tevékenységét, amelyek nem tartják be a koronavírus fertőzés terjedésének fékezését szolgáló intézkedéseket, jelentette be szerdán a miniszterelnök. Este o propunere prin care
Egy erre vonatkozó jogszabálytervezeten dolgozunk, ami egy kiegészítő intézkedést foglal magába azon gazdasági szereplők tevékenységének a felfüggesztésére, amelyek nem tartják tiszteletben a COVID-19 terjedésére és megelőzésére előírt szabályokat. A miniszterelnök elmondta, a javaslat az Országos Vészhelyzeti Bizottságnak a szerdai kormányülést megelőző ülésén hangzott el, és azzal indokolták, hogy sok vállalatnál nem tartják be az érvényben lévő védelmi intézkedéseket. Kücu rámutatott, a tapasztalat bebizonyította, hogy fölösleges a bírságokat emelni, ezért döntöttek a tevékenység felfüggesztése mellett. Enyhítettünk bizonyos működési feltételeken, más korlátozások meg ugyanúgy érvényben maradtak, sajnos sok olyan gazdasági szereplő van, akik nem tartják be ezeket az érvényben lévő intézkedéseket, korlátozásokat. Ez a javaslat válaszként érkezik az utóbbi megfigyeléseinkre, ami kitér és szabályozza a vállalatok tevékenységének felfüggesztését meghatározott időre. A kormányfő kéthetes felfüggesztést javasol első körben, de hangsúlyozta, ez csak egy vélemény, egyelőre nem készült el a tervezet. Már készül az a rendelettervezet, amely alapján majd nézők is részt vehetnek a romániai sporteseményeken, nyilatkozta Novák Eduárd sportminiszter. A tárcavezető kifejtette, már egyeztetett is ezügyben Vlad Voiculescu egészségügyi miniszterrel, hogy közösen dolgozzanak ki egy rendelettervezetet arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne szabályozni a nézők sporteseményeken való részvételét. Egyeztettek továbbá a sportolók tesztelésének felgyorsításáról, valamint arról, hogy milyen fázisban van az országos válogatottakban játszó játékosok tesztelése, és tájékoztatta az egészségügyi tárcavezetőjét az országos válogatottak és az olimpiai csapatok játékosainak oltási folyamatáról. A koronavírus járvány miatt Romániában tavaly tavasztól üres lelátókkal zajlanak a sportmérkőzések. A lakosság az egyetemes szolgáltatási árat fizeti a januári villanyára mért, majd utólag a szolgáltató kiigazítja a számlát. A január 20-a után kiállított számlákon már kedvezményes ár szerepel. Ez azért van így, mert az Országos Energiaárszabályozó Hatóság 2021/5-ös számú rendelete, amely kimondja, hogy az energiát az adott térségben működő szolgáltató legalacsonyabb árajánlatának megfelelő árban számlázzák ki, csak a számlázási időszak után lépett hatályba. A lakosság az egyetemes szolgáltatási árat fizeti a januárban felhasznált villanyára mért, majd utólag a szolgáltató kiigazítja a számlát. Nyilatkozták az Agerpress hírügynökségnek az energetikai ágazathoz közel álló források. Ez csupán a január 20-a előtt kiállított számlákra érvényes, és ezeket a számlákat februárban kiigazíthatják. Az ötös számú rendelet hatályba lépése, azaz január 20-a után kiállított számláknak már tükrözniük kell a szolgáltató által vállalt kedvezményes árakat, jelentették ki az Országos Energiaszabályozó Ügynökség képviselői. Az ezt követően kiadott számlákon a szolgáltatónak egyaránt fel kell tüntetnie az egyetemes szolgáltatási árat, valamint az általa biztosított kedvezményes árat is. Az egyetemes szolgáltatások árai 13-26%-kal magasabbak, mint az energiaszabályozó ügynökség által szabályozott árak. A hivatalos közlönyben január 20-án megjelent rendelet értelmében azok a háztartási fogyasztók, akik nem módosítottak még a szerződésükön, a jelenlegi szolgáltatójuk által ajánlott legalacsonyabb árat fogják az energiáért fizetni, és sokkal egyszerűbb eljárás keretében változtathatnak majd a szerződési feltételeken. A háztartási fogyasztóknak 2021. június 1-ig még az árajánlatban szereplő legalacsonyabb árat fogja számlázni a szolgáltatójuk.
Híreink végén megköszönöm a Fénypontnak szentelt figyelmet, Nézőponttal folytatódik műsorunk, maradjanak velünk, viszontlátásra!